A videót FC sikere kellemes alaphangot adott az Albakon Fehérvár Pécsi vendégjátékának. A PVSK Pannon Póver ugyan megszerezte a vezetést a nyitó negyed első perceiben, a folytatásban azonban az Albakon rendkívül eredményes kosárlabdát bemutatva fordítani tudott, és 29-24-re behúzta a nyitó negyedet. A fejváriak úgy is jól helytáltak, hogy Dwayne Chism sérülés miatt kihagyta a mérkőzést, ráadásul de milyen Hollis is a kispadon kezdte a találkozót. Az Albacombot azonban ez nem érintette hátrányosan. A második negyedet 24-19 nyerték meg a fehérváriak, ekkor elsősorban szintén a cserepadról szálló Supola Zoltán volt elemében, aki 10 ponttal terhelte meg ebben a negyedben a Pécsi gyűrűt. A folytatásban a hazaiak ugyan igyekeztek újítani, azonban kevés volt egy fecske. Csirics ugyan 24 pontot dobott, a többieket azonban kikapcsolták a fehérváriak a játékból. Ez a második félidőben érezhető is volt a hazaiak dobó teljesítményén. 20 perc alatt mindössze 28 pontig jutott a PVSK Pannon Power. Az albakomp ellentétben nem csak a mennyiségre, a minőségre is figyelt, látványos zsákolásokkal szórakoztatta a csapatot elkísérő szurkolókat. Balinszláv Zonics együtt végül nagyon magabiztosan 98-71-re nyerte a PVSK vendégeként, így győzelemmel készült a heti két meccset hozó kihívásokra. Szerdán az Albakon Fehérvár az a legerszeget fogadja a Vodafone Sportcentrumban. A találkozóval kapcsolatos hír, hogy az eredetleg meghatározott 19 óra helyett 18 órakor kezdődik a mérkőzés, még szombaton egy nagy rangadóra utazik a csapat, az atomerőmű ese vendége lesz az Albakon Fehérvár 19 órától.